Tiszteltek, köszöntök mindenkit. Megköszönöm Kassai Lajos Iászmesternek a megtisztelő felkérést. És szokásommal ellentétben felolvasok valamit. Nem sokat hallottátok, hogy én felolvassak bármit, de nektek most hoztam egy koant. És ez a koan így hangzik, két lövés. Egy tanítványi találkozón Szunkszán Zemmester a következő történetet mesélte. Egyszer egy vadász a mezőt járta. Hirtelen két liba repült el a feje felett. Egy nyilvesszőért nyúlt, az íra illesztette és kilőtte. Az első liba lezuhant. A vadász a másodikat is le akarta lőni, de nem maradt több nyilvesszeje. Ekkor felhúzta az üres íjat, célzott és elengedte a hurt. A második liba is lezuhant. Kérdések. Hogyan lősz az üres íjjal? Miért zuhant le a második liba? Kommentár. Egy napon apa és fia együtt ülnek az autóban. Egy teherautó ütközik velük. Az apa a helyszínen meghal, a fiút kórházba szállítják. Amikor a sürgősségi osztály hordágyán meglátja egy doktor, hirtelen felkiált. Istenem, a fiam! Ez hogyan lehetséges? Tehát ez azért fontos, mert hogyha hallottátok Iász mesterünknek a bevezetőjét, akkor van egy plusz hullámhoz, amit érdemes bejárni és megtapasztalni. És itt az igazi kérdés az, hogyha jól figyeltél a tanításra, az értelem uralja az ösztönt, az értelmet mi uralja. Lóval, íjjal, nyillal itt megtanulhatsz lőni. Megtanulod a külső és a belső együttműködését. Hogyan lősz az üres íjjal? Hétköznapi értelemben nem lősz az üreséje, de mégis valamitől lezuhant a második liba. Ez a zenben a paradox a gondolatilag megoldhatatlan, és amíg ezt a paradoxont mi nem fogadjuk el, addig a léttel, az itten töltött életünkkel nem vagyunk tisztában. És ezért van szükség arra, hogy egy kicsit befelé is forduljunk, és megtaláljuk azokat az ellentéteket, amelyek mozgatnak minket, az ellentét egyik és másik pólusa között feszül az akaratod. Örökké akarsz élni, de meg kell halni. Tökéletesnek szeretnél lenni, de nem vagy tökéletes. Szabad akarsz lenni, és az életed nagy részét úgy érzed kötöttségekben töltöd. Szeretetet szeretnél adni és kapni, de nem akarsz sebezhető lenni. Hogy van ez? Hogy születtünk mi ide? és ahhoz, hogy befelé haladj, kívül is el kell végezni a munkát. A zen szó szerint azt jelenti, hogy elmélyedés, egyévállás, és ezt az egyévállást itt, hogyha gyakorlod, akkor belül is tudod gyakorolni. És valójában a belső gyakorlat nélkül kívül sem fogsz sikereket elérni, Sikert lesz számítva, még önmagad se leszel, hanem mindig valami szerepben leszel, és úgy érzed, hogy el kell játszani valamit, ami nem te vagy. Tehát hogyan lehetsz úgy önmagad, hogy látod a személyed változását, mulandóságát, tökéletlenségét, érzed a kapcsolataid sebezhetőségét, és mégis értelmet adsz az életnek. Nagyon-nagyon jó tréningen vagytok ahhoz, hogy ez itt bekövetkezzen. Tehát lőj kívül, de lőj belül is. Minden egyes nyillövés együttés az a zenbottal. Visszatérés a lényeghez, visszatérés ahhoz, akik valójában vagyunk. Hogyha jól találod el a külső célt, akkor eltalálod a belső célt is előbb-utóbb. 1993-ban sikerült egy európai buddhista konferencián részt venni, és ott volt egy japán Iász, aki a hatalmas stadion többcsatornás foglalkozásai között ott volt egy box ringben. Képzelj el, Pap Laci van egy boxmérkőzést, csak Pap Laci és az ellenfele helyett egy japán íjász volt ott, aki egy szalmabálától állt másfél méterre, és körülbelül öt percig tartott, amíg felhúzta és előtte az a nyilat. És amikor előtte, akkor egy ha! kiáltással tette ezt, amiben beleremegett a stadion. Ez volt a kyudo. Engem akkor az döbbentett meg, hogy a zen szellemiségével meddig lehet eljutni egyetlen mozdulattal. Ez a mozdulat a pillanat maga. Ez a pillanat. És hogyha ez a pillanat tiszta, akkor minden tiszta, és hogyha ez a pillanat nem tiszta, akkor semmi sem tiszta. Igen, lehet talai gyakorolni, és hogy hallod a tanításban, balagyféltek és munkát végezni, nagyon nagy szükség van rá. De hogy Lajost idézzem, a lovasi jászatban nem célzol, csak lősz. Az egy jobb agyféltek és vagy éppen intuitív dolog. Még egy lépés, és akkor megtalálod azt, hogy hogyan lősz az üres íjjal. Hogyan tudod ezt tudatban megoldani? Hogyan tudod a lehetetlent áthidalni? Hogyan jutsz el oda, hogy nincs szóbeli tanítás, hanem az íratlan törvényt kell felismerni? És az érdekes az, hogy ez az íratlan törvény mindegyikünkben itt van, és ehhez közösen kell cselekednünk, hogy ezt egymásban és magunkban megtaláljuk. Ehhez a közös munka, a közös gyakorlás, az az önfegyelem és csoportfegyelem, amit itt lehet gyakorolni, nélkülözhetetlen. Miért? Mert az univerzum véleményfüggetlen. Teljesen mindegy, mit gondolsz a világegyetemről, vagy felismered a működését, vagy nem. Honnan tudod, hogy felismerted, hogy harmóniában tudsz élni vele? honnan tudod, hogy nem ismerted föl állandó konfliktusban, nélkülözésben és egyéb szenvedésben élsz, azért, mert nem váltál egy a világ törvényével. És ez a törvény, ez iratlan. Részben le lehet írni. De ez olyan, mint amikor a halászhálóval ki akarod fogni a tengert. A hálóval csak halat foghatsz, az intellektus csak konklúziókat, logikai eredményeket és ilyen hasonló szépségeket tud találni, mint halakat. De hogyha a halász a tengert akarja tapasztalni, akkor le kell tenni a hálót, és be kell ugrani a tengerbe. Itt, hogyha nem teszed félre a gondolkodásodat, nem jutsz előre. Az intellektus itt valami mást és többet szolgál, mint önmaga. És éppen ezért, hogyha ezt megtanulod és csinálod, akkor előbbre jutsz az intuíciónak az útján, a spontán, de tiszta, önzetlen cselekvésnek az útján. Én ezt kívánom mindenkinek. És most, hogyha van kérdésetek, azt meghallgatom és igyekszem megválaszolni. Annak a, az, az jelenthet valamit, vagy csak egy, egy egyszerű történés, hogyha nagyon sok minden nem jön össze, és nagyon sok esetben minden úgy tűnik, hogy, hogy ellenem dolgozik, és közben meg az összes többi dolog az pedig olyan, olyan szinten nagyon-nagyon brutálisan össze, összeáll, és lehetetlen helyzetekből alakulnak ki fontos dolgok. Tehát ne azt nézd, hogy könnyű vagy nehéz. Mi van az akadály vagy a könnyűség túloldalán? És a második, hogy kivé válsz azáltal, hogy áthidalod vagy visszariadsz. Nagyon könnyű utak borzasztó helyekre tudnak nagyon gyorsan vezetni, és nagyon nehéz utak nagyon hiába való dolgokat tudnak adni. Az, hogy nehéz vagy könnyű, az önmagában nem jelent semmit. Mi vár a célban? Kivé válsz azáltal, hogy bejutsz a célba? és ezért a könnyű néha nagyon csalóka, és a nehéz pedig emberré tesz. Én arra kérnélek, hogy a gyakorlatilag, tehát ugye mutattam, hogy, hogy itt, itt jöttök ti, itt jön az zenmester, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, mit jelent a meditáció, mi történik belül, mi az a folyamat, ami ami lezárul mondjuk egy satriánál és egy brahminnál, az, az, tovább Értem. tud folytatni. Tehát gyakorlati dolgokban, van 90 napos, három hónapos meditáció, leültök, milyen, milyen lélektani folyamatok zajlanak le akkor? Tehát a buthával kezdeném, Sákja Munival, akit nagy hősnek is szoktak mondani, koreaiul a buddha terem az a D Ung John, a nagyhős csarnoka, mert ahogy láthattátok, vagy olvashattátok, ő legyőzte önmagát, tehát legyőzte azt a hamis önképet, amelyből az illúziói táplálkoztak, és az illúziók nyomán téves nézetek, harag és kapzsiság volt az életélmény. Nem csak neki, mindegyikünknek. És amennyiben ezeket az illúziókat, téves nézeteket és hamis önképet felszámoljuk, annyira leszünk igazi önmagunk. Az elvonuláson legyen az egynapos, egy hétvégés, 10 napos, 90 napos, vagy ennek arányos része, befelé fordítod az energiádat, és az egoitásod, elméd működéséből kiveszed az erőt. Hagyod kifutni a gondolataidat, hagyod az érzelmeidet is szépen kifutni, és belül egy olyan tudatot realizálsz, amely mindig is ott volt, csak eddig nem láttad, ez a tiszta, tükörszerű, térszerű önvalónk. Ez az a tükör, amiben mindent látunk, ez az, ami hall a füleddel, lát a szemeddel, ízlel a nyelveddel, tapint a bőröddel, gondolkodik az elméddel és érez a szíveddel. És ezt az ember elnevezte énnek. Ezzel megnyitotta az utat az emelkedés felé, és a süllyedés és a kárhozat felé egyaránt. Mert hogyha ezt az én fogalmat nem tisztázzuk le, akkor az önképünk a legnagyobb ellenségünk lesz. Ha letisztázzuk, akkor kölcsönösen egymást tudjuk segíteni önvalónk élményével. A meditáció alatt tehát szándékosan nem mondom, hogy milyen technikával, mentális, energetikai és fizikai technikával ezt a tükörszerű tudatot éljük 24 órán keresztül. Ülve, állva, járva, fekve, beszédben, csendben, járásban és nyugalomban, folyamatosan megállás nélkül mi ez. Nem ki? A ki az már egy termék, az már egy személy. De mi az a lényeg, amiből ez van? Nem az érdekes, hogy túros bukta szerelmes levél, lekvárostáska, perec vagy pogácsa, az a liszt kell nekem, amiből az összeset kigyúrták valaki. Tehát ez a lényeg kell, és a lényegi tapasztalás az ebben a pillanatban érhető tetten és élhető meg. Innentől kezdve a meditáció nem más, mint az elme tudatos működésének a felfüggesztése azért, hogy a mögötte lévő realitást, azt a fajta önvalót, amely mindegyikünknek a lénye, a mélye, ezt tapasztalhassuk. Az elmének három nagy funkciója van, fogalomalkotás, ekkor az elme erre a lényre rámondja, hogy kutya, itt. Szia. De ő nem mondja, hogy kutya, viszont kutyaként működik, ugat, szalad, ha kell harap, és azt mondja, hogy simogass meg, ugye? Rólad van szó. De ez a fogalomalkotás, amikor a nevet össze, összerakom a formával. Viszont angolul ő dog, ugye? Oroszul szabáka, de ő nem mondja egyiket sem magáról. Ezt mi mondjuk, és ezt nagyon gyakran elfelejtjük. Tehát a projekcióinkat valósnak gondoljuk, és a másokról alkotott véleményeinket elhisszük, meg azt is, amit rólunk mondanak. A második, ugye az elmében, az a megkülönböztetés. Nem csak azt mondom, hogy kutya, hanem azt mondom, hogy jó kutya vagy rossz kutya. És ez a jó és rossz megkülönböztetés, ez nagyon gyakran a valóságtól idegen. Jónak mondok olyasmit, ami árt, és rossznak mondok olyasmit, ami segít. Jónak mondok sajnos néha olyasmit, ami szenvedéshez vezet és elutasítom mondjuk a fájdalom miatt azt, ami a szenvedésből kivezet, holott a szenvedésből való kivezető út néha fájdalmas, és végig kell rajta menni. A harmadik ilyen funkció az emlékezés. Az emlékezés nagyon kell, de ha elveszel a múltatban, vagy pedig egy ilyen hipotetikus jövő, ugye képe ural, akkor is valamilyen illúzió világban vagy. Fogalomalkotás, megkülönböztetés és emlékezés. Ez az a három alapműködés, amiben teljesen el tudunk veszni, amivel össze tudjuk téveszteni magunkat. És a jó hír az, hogy igazi önvalód ezt az egészet látja, teremti, de nem azonos vele. Ezért, hogyha eredeti teremtő pozíciódba vissza akarsz kerülni, ezekkel nem szabad azonosulnod. Ezért szoktam mondani, és ezt hallhattátok, hogy a csoki gyár nem édes. És ha belépsz a csokigyárba, akkor igazából azt találod, hogy az emberek dolgoznak, mennek a targoncák, üveg, műanyag, fa, fém és egyéb eszközök vannak. De a csokigyárban nem eszegetünk csokit. Ott dolgozunk, hogy teljes szabadságunk és felelősségünk birtokában megtermeljük a csokoládét, tehát megtermeljük az életet. És ez a tudatban zajlik. És a meditáció egyik legfontosabb alapismérve az, hogy megtapasztalod belül, pillanatról pillanatra, hogy ezt a valóságot mi emberek teremtjük a tudatunkkal. Idáig elég eljutnunk. És ezért a zen az persze dolgozik különböző mitológiákkal, panteonokkal, rendszerekkel és egyebekkel, de mindez nem fontos. Négy alapel fontos, nem támaszkodás az írásokra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, a felébredés egyenlő igazi önvalód tapasztalatával, és közvetlen tudattól tudatig való átadás. Ettől zena, zen Minden más, az kultúra, vallás, történelem, intellektus, rendszerek, misztika, ezek a héjak. De itt van a gyökere. Kettő, de összefüggő kérdés, hogy mit drágább, a... még egy napi egy. Jó, Mondjuk. megvan, ha kapok uh, Jó, mit eset le a második liba, és miért volt szükség az első nyilvesszőre? Miért esetlen a második liba? Nem jó a tolvaj karma, tehát nem mondom meg a választ. Miért volt szükség az első nyilvesszőre? Azt Kassai Lajos Iászmestertől kérdezd meg, hogy az első nyilvesszőre miért volt szükség, és megtanítja neked. Én arra kérlek, hogy ezt egy kicsit fejtsd ki, mert én értem, mikor azt mondod, hogy karmát nem lopunk, de azért ezt légy szíves ki. Tehát itt a lényege ezeknek a kohanoknak, hogy Fejtse meg, és ezen keresztül menjen. Tehát nincs ilyen a jó, ezt egy picit, picit Már bővebben. Köszönöm tehát szépen. Itt, itt az a helyzet, hogy a koan válaszok azok a te kell, hogy szépen kiformálódjanak, és úgy tudsz igazából koanokon dolgozni, hogy a paradoxont így megöleled, és rájössz, hogy nem tudod. Mondok egy nagyon szimmetrikus, gyönyörű koant. Gyógyú zenmester meglátogat két remetét. Megkérdezi az egyiket, elérted? A remete felmutatja az öklét. Gyógyú erre azt mondja, itt sekély a víz, nem maradhatok. Megkérdezi a másik remetét, elérted? Az a remete is felmutatja az öklét. Gyógyú meghajol előtte, és azt mondja, a birtokában vagy a legmagasabb rendűnek, szabadon adsz, szabadon ölsz, szabadon óvsz, meghaladtad az életet és a halált. Kérdés, Miért fogadta el Jiu -Jiu az egyik a válaszát, a másikat pedig nem? Na most ez körülbelül a 14-es skálán a kettes. Ennél csak nehezebbek lesznek, de az egyes szint az az, hogy megtanulsz bánni az ellentétekkel, megtanulsz bánni a pillanattal, megtanulsz alapszinten tükrözni, és nem hallgatni az elmédnek a hülyeségeire. Nem hallgatni a magad és mások projekcióira és véleményeire, de nagyon tisztán látni a helyzetedet, a kapcsolatodat és a működésedet. Tehát a kuan tele van csalétekkel, csapdával, például ez a miért, ez az intellektust beküldheti egy végtelen ciklusba, és rájössz, hogy nem jutsz ki belőle, egy labirintusban vagy. Aztán körülnézel, és kiderül, hogy már akkor labirintusban voltál, amikor bejöttél a zenterembe, csak nem vetted észre és az intellektusod állandóan körbe-körbe karikába ment, és gyártotta a hülyeségeket. És amikor erről elkezdünk leszokni, akkor a gondolkodás helyett elkezdünk látni. Na ez a látás, a vidja, ez a butának az alaptanítása. És amikor ez a látás megvalósul, hirtelen meglátod a választ gondolkodástól függetlenül. Az elején az intellektusodnak van hely, olyan, mint a váltófutás. Tehát az intellektus, az első, aki a stafétabotot viszi a 400-as váltóban, odaadja az érzelmi intelligenciának. Tehát vannak olyan kornok, hogy érzelmi intelligenciával gyönyörűen ráézel és megoldod, és milyen jó. Például, van-e az újszülöttnek buddha természete? Más kérdés ugyanerre? Tudatosan gondolkodik az újszülött? Házi feladat. És az érzelmi intelligencia tudja egy ideig vinni és utána jön az, hogy se az értelmi, se az érzelmi, se a mozgásbeli intelligencia már nem elég, és akkor jön az intuíció. Az intuíció az igazi önvalónk spontán működése, tisztán ebben a pillanatban. Az egyenlet úgy szól, amilyen tiszta a tudatod, olyan jól működik az intuíciód. És ennek a képzése a koan. A paradox, az az ortodox ugye, meghaladása, és a bevet tudás az ortodox helyett a nem tudható tapasztalat, ez a paradoxal való munka. És azért ennyire fontos, mert ha nem tennénk ezt, akkor állandóan elhinnénk a saját gondolkodásunkat, illúzióvilágunkat, vagy pedig másokét, és nem tudnánk a duális vélemények börtönéből kiszabadulni. A kóan pedig, mint egy ilyen kürtő fölfelé, egyszerűen ki kell, hogy menj belőle, mert nem oldod meg és erre volt az egész kitalálva, és most adok hálát az összes zenmesternek, így Bóti Darmától egészen mostanáig, akik koanokkal kezdtek el dolgozni, az szó szerint azt jelenti, hogy közügy, vagy közokirat. És az, az, olyan, hogy régen nem volt fénymásoló, egymás mellett ugye leírták szép kínai karakterekkel egyikről a másikra, és egy pecsétet a két szélére rátettek és amikor bármi kérdés merült föl a másolat eredetiségét illetően, akkor visszahozták a másolatot az eredetihez, birodalmi könyvtár, meg nemesi udvarok, meg ilyenek, és összetették, és hogyha a pecsét egy egészet alkotott, akkor az eredeti és a másolat megegyezőnek nyilvánítatott. Na, ilyen a mester és a tanítvány tudata, a koan kérdése és a válasza, ez egy egészet alkot, és hogyha jól csinálod, te is, és a világ is egy egészet tud alkotni. Ekkor a külső és a belső út egyé válik, és az egész világ egy hatalmas szívverés lesz. Egyéb kérdés? A zennézetei szerint létezik sors. Ha nem látod a karmádat, sorsod van. Ha látod a karmádat, utad van. Melyikkel? Nem tudom. Nagyon jó válasz! Mi lesz délután a program? Munkaedzés. Te választottad? Hát, miután a saját döntésem miatt vagyok itt. Ezt jó hallani, ez az utad. Mert saját döntésed. Ha úgy érzed, hogy a fejed fölött döntenek, vagy a körülmények áldozata vagy, az a sors. És minél jobban látjuk az ok és okozat működését, minél jobban megfog, megtaláljuk a helyünket ebben a világban, annál kevésbé érzetű sorsod van. Annál inkább az egész élet egy vállalásnak tűnik, amit te vállaltál itt és most ebben a születésben, ezzel a társadalommal, ezzel a családdal, ezekkel a testvérekkel, nővérekkel, szülőkkel. Ha átlátod a karmádat, minden egyes mozdulatod látszik, amivel ezt teremtetted. Ha nem, akkor sorsom van. És hogy én áldozat vagyok, és hogy rajtam elkövetik a legszörnyűbb bűnöket, nem. Ezt mit csináljuk együtt? Mindenki a maga részét. És amennyiben tudatos, annyiban út. Amennyiben át nem látott, Annyiban sors. Még egy kérdésem lehet? Hogy véletlenek léteznek? Véletlenül vagy itt? Hát ez a kérdésem igazából. Hogy én... én meg ezt kérdeztem vissza tőled. Láttad? Hallottad? <laughs> Jó, Mit hát felelsz rá? Nem. Ugyehogy ne? Akkor nincsenek véletlenek. Az, az egész univerzum van meg így az élet során, nincsenek véletlenek? Hát honnan tudja, most látom én az univerzumot? Én téged látlak itt meg még ötven embert. Egyszer tegyünk egy univerzális utazást és miután beutaztuk az univerzumot, és megnéztük minden sarkát, kiderül, hogy van-e még véletlen. Én itt nem látok véletlent, mert mindenki azért van itt, mert ide akart jönni. Köszönöm. Szívesen. Nekem az lenne a kérdésem, hogy honnan ismerem fel, vagy honnan láthatom azt meg, hogy milyen jó a látásom. Milyen színű vidgyára, a ruhám? A vidgyára gondolok. Hát milyen szűr... színű ez a ruha? Szürke. Hát nagyon jó a vidgyád, gyönyörűen látod. Tehát, hogy most arra gondolok, hogy hozok mondjuk az életembe döntéseket, meg azt tapasztalom, hogy a Persze. tudatom, meg ezek a kis sémáim, azok intézik, hogy ne, nem mindig legyen egyértelmű, hogy mit kell, hogy tegyek és utána mondjuk meghozom a döntést, honnan ellenőrzöm vissza, hogy az a bizonyos működött működötte bennem. Motiváció, szándék, cél. A motivációt helyes volt -e, a szándékodat jól tette de át akaratba, és elérte a célt, és ha igen, akkor ez megegyezette az eredeti szándékkal. Na most, ha látod az ok és okozat működését helyesen, akkor ezek a döntések valahol boldogsághoz, szeretethez, együttérzéshez, bölcsességhez, kiegyenlített középutas élethez vezetnek, mert a kellő gyakorlata belátott, hogy a magad szenvedése az a mások szenvedtetése is, és mások szenvedése a magad szenvedtetése is. Tehát, hogyha jól határozzuk meg a motivációnkat, akkor ez nem pusztán egy önös érdek. Mert a te szenvedésed bejön az ajtómon, és ott van az asztalon, és ordít. Tehát ha jól gondolkodom, ha helyesen látom a gondolataimat, és ez a vidja jól működik, akkor az ok és okozat törvényét jól látom. Ez kell a vidja, a látás, hogy az ok és okozat működését elsajátítsam, és alkalmazzam. És akkor nem hozok olyan döntést, amely a magam és mások szenvedéséhez vezet. És hogyha megnézed, az ember univerzális ebből a szempontból, itt van egy univerzális találat, hogy mindannyian szenvedéskerülő és boldogságkereső lények vagyunk. Ez nem kérdés. Hogyha ezt nem értjük, nem látjuk, akkor a vigyánk nem működik jól. Na most az a legérdekesebb, hogy ahhoz, hogy az én boldog legyen, ahhoz az egoitást fel kell számolni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm. Én a tudatos álomról szeretnék kérdezni, hogy a tudatos álomba való munka van-e bármilyen pozitív hatással a úgymond a valóságban való tudatszintünkre, illetve az egy zsákutca lehet-e. Most ébren vagy? Most úgy gondolom, hogy igen, de amikor álmodok, akkor is úgy gondolom. Ez a baj. Tehát az éber álom az nem egyenlő az ébren léttel. Most ébren vagy, tehát jól végezted a tudatos álom munkáját. Miért? Mert felébredtél. Na most, itt nálunk ilyen munka, mint az egyéb társ hagyományokban az álmodással nincs. Miért? Mert ugye az előbb mondtam, hogy alvásban és éberenlétben egyaránt a mi ez kérdést meg kell tartani. Tehát az álommal sem azonosulunk, és az érzékszervi hatásokkal sem azonosulunk, de teljesen tisztán látjuk ezeket. Tehát az álom a tudatnak az a cselekvése, amit meditációban kellett volna, és éberen a felesleges vagy feldolgozatlan tartalmakat látja, feldolgozza, és nagy részét elengedi. Ez az emésztési folyamata az elmének. Tudatosan vagy tudattalanul, hogyha nem meditáltál eleget, akkor a tudat házi feladatát beviszed az alvási állapotába, és ott kell megoldani. Csak ezt részben lehet megoldani. Tehát a tudatos álmodás nem helyettesíti a meditációt, és nem annyira hatékony. Tehát olyan van például, hogyha valaki nagyon komoly, tudattalan tartalmat él meg álmában, akkor ahelyett, hogy verítékben úszva, ordítva felriadna, kapcsolja rá a mantráját. És a mantrája úgy működik, mint amikor az ember ráül a sárkányra, és a sárkánynak az elképesztő energiáját uralja, és megfelelő módon száll a levegőben, lép a földön, és megy le a víz alá. A sárkány mind a hármat tudja. Hogyha az elme nem megfelelően viszonyul a saját szenvedélyéhez, vagy álombéli tartalmaihoz, akkor olyan lesz, mint az a bizonyos György nevű lovag, aki leszúrja a sárkányt a láncjával, nem hajlandó a saját tudattalanyát tudomásul venni, látni és uralni. És ez a baj. Az elfolytott, széttaposott lélek, az mindig bosszút áll a tulajdonosán. Az átlátatlan karma is ebből keletkezik, mert nem vagyok hajlandó látni. Tehát hasznos a tudatos álmodás, mert látod. De a gyökerét, az azonosulást álomban nem veszed ki belőle. Ébren, igen. Ébren van lehetőségedre. Elége nekünk Jézus két fő parancsa. Ha helyesen értelmezed, akkor igen. Minden egyes vallásban, ha megnézed, az emberiség összes házi feladata ott van, és több száz éve folyamatosan bukunk a tárgyból. Tehát minden egyes könyv, amit elolvashatsz ilyen témában, részben vagy nagy részben, de hordozza azt a tanítást, amire szükség van. Megcsináljuk? Nem csináljuk. Tehát nem új kinyilatkoztatás kell. Miért most miért nem jön egy újabb Jézus Krisztus vagy Sákjamuni szintű tanító folyamatosan több száz éve a földre? Miért? Mert a paradigma megvan, a házi feladatot tudjuk, végre kéne hajtani. És gondold el, teljesen természetes, hogy itt van a 12 osztályos rendszer, ha valaki negyedikben bukik, nem megy ötödikbe. És mi folyamatosan bukunk már másodikban. Tehát nem fog a harmadik, negyedik, ötödik szintű tananyag megjelenni mindaddig, amíg a feladott, házi feladatot el nem végezzük. Ez ennyire egyszerű. Tehát elég, bőven, Butha is elég, Jézus is elég, egyéb nagy tanítók elegek, meg kéne tenni, meg kéne valósítani. Jó? Szeretném megköszönni mindenkinek a kitüntető figyelmet, azt, hogy most megjelentetek. Kassai Lajos Iász mesternek a megtisztelő felkérést, és folytassuk akkor a napot, a gyakorlatunkat, ahogy elkezdtük. Köszönöm szépen!